A Kossuth Lajos Gimnázium két tanulója, akik a Fekete László Zeneiskola növendékei is, megyei művészeti versenyen vettek részt a közelmúltban, ahol mindketten kiváló eredményt értek el. A gimnázium énekzene szakos tanára, Ruskó Roberta is segítette a felkészülésben a két tehetséges fiatalt, Gyárfás Balást és Szabó Erzsébetet. Nagyon szép eredményekről, megyei első helyezésekről számolhatunk be, amiben a gimnázium tanulóit illeti dicséret, illetve a zeneiskolát, és nem utolsó sorban önt. Kérem akkor, hogy mutassa be, hogy hol vettek részt a gyerekek, és miben értékel ezeket a csodálatos eredményeket. Nagy örömünkre szolgál, hogy a múlt héten részt vehettünk két megyei versenyen. Először kedden Jászberényben voltunk egy megyei versenyen, megyei gitárversenyen. Gyárfás Balázs első helyet ért el. A Fekete László Zeneiskola nevezte be őt erre a versenyre. Kőműves Miklós igazgató úr kezdeményezésére ment Balázs ezen a versenyen, indult el ezen a versenyen. Nagyon szépen szerepelt, nem gondoltuk volna, hogy elsőre egyből első helyet fog szerezni. Azonnal megkérdezem majd őt is egyáltalán az előtanulmányairól és az élményeiről, de Szabó Erzsébetről is szóljunk akkor, ő vele hol vett részt, tanárnő? Ő a gimnázium színeiben indult, Szolnokon, a Tiszaparti gimnáziumban volt egy megyei verseny, a Tiszán innen Dunántúl népdaléneklő versenyt minden évben megrendezik. Ennek a folyománya az országos verseny, itt Zsóci aranyminősítést kapott, és hát nagyon sok munkánk van benne, de mi már közösen dolgozunk 5 éve. Erre is rá akartam kérdezni, tehát 5 éves múltra lehet visszatekinteni. Széles ilyenkor már repertoár, gondolom, de mi az, amivel újra és újra lehet készülni ezekre a versenyekre? Népdalcsokrokat ír elő a versenykiírás, különböző tájegységekről lehet választani, és hát mindig Zsócira bízom ilyenkor ezt a választást, és nagyon nagy segítség ilyenkor a zeneiskolai tanulmánya is, hiszen onnan is rengeteg dalanyagot hoz ide. Nem csak ezen a versenyen vesz részt, hanem mindig megkérik ugye szerepelni, ezt a Phoenix Televízió is mindig sugároz erről. Mennyire kell azokra külön készülni, vagy lehet ilyenkor meríteni a már meglévő tartalékokból? Lehet meríteni a meglévő tartalékokból, de Zsóciról el kell mondani, hogy szeret nagyon változatos műfajokban és stílusokban is utazni, úgyhogy igazából nyitott minden újra. Önnek az a feladata, hogy koordinálja ezeket a versenyeket, megfigyelje és ezekre elkísérje, vagy lehet azért még tanítani is valamit az ilyen tehetségnek? Hát ezt talán tőle kéne inkább megkérdezni 5 év után, de én azt gondolom, hogy rengeteget tanulunk egymástól, és a versenytapasztalat pedig mindig újat hoz, mindig új élményekkel és tapasztalatokkal gazdagít minket. De gondolom azért ezek a szép eredmények azt támasztják elő, hogy érdemes újra és újra megmérettetni, újra és újra pályázni, újra és újra abban gondolkodni, hogy el kell menni és megint énekelni kell. Így van, mindig megtesszük, amelyik lehetőségünkből adódik. Először kérdezzük meg akkor Balást, mikor nyúlik vissza ez a hangszeres vágyódásod, és mivel tudtál itt kezdeni a zeneiskolában? Hát 5. koromban iratkoztunk be ide, bariton tanszakra. Ha jól tudom, azonban utána a szereteted a gitár felé is elnyúlt. Ez mikorra datálható? Mikor volt, amikor legelőször szerettél volna gitározni? Körülbelül 2 éve volt ez. Hát anyukám kiskoromban játszott nekem sokat, és kezdett egy idő után érdekelni. Én mondtam, hogy mutasson nekem valamit, és így elkezdtem megtanulni a hangszeren. Először ugye itt is volt lehetőséged, mert pár diákkal összefogva, ha jól tudom, gitárszakkörön itt részt tudtok venni. Igen, igen, ezután elkezdtem gitárszakkörre járni, és így a barátokkal együtt tudtunk játszani, és együtt tanultunk, fejlődtünk. Ez meddig volt elég? Tehát ez a 2 éves időintervallum, vagy közben esetleg máshova is jelentkeztél, mert érezted, hogy ez már neked kevés csak erre a gitárszakkörre járni? Hát egy idő után már így volt, kerestünk egy tanárt, aki továbbfejleszteti a tudásomat. Hova jártok így be, és milyen időközönként kell ide bemenni? Hát hetente, délutánonként Debrecenbe járunk be. Heti 1 alkalommal. Gondolom ez azért megterhelő lehet, de ezek szerint mindenképp sikeres, hogyha ilyen szép eredményt értél el. Kiemelte itt a tanárod és egyben édesanyád, hogy ez volt az első megmérettetésed. Gondolom, hogy még sokkal büszkébb vagy arra az eredményre, amit elértél. Hát igen, mi is nagyon meglepődtünk ezen, hogy én jó helyezést értem el első versenyemen. Miklós bácsi nevezett erre be téged, illetve ő ajánlotta neked ezt a versenyt. Mivel kell ilyenkor készülni, hogyan képzeljük ezt el? Már kell valamilyen darabot vinni, esetleg ott kell improvizálni?
volt egy darab szabadon, kötelező darab, és kettő szabadon választott mű. És ezt a kötelező darabot a verseny előtt már hónapokkal elkezdtük gyakorolni a tanárommal, és így volt. És mennyire érzed, mennyire kapsz ilyenkor szabad kezet? Tehát mennyire lehet neked kiválasztani esetleg a szülői befolyásoltság mennyire döntött itt, vagy pedig valóban választhattál te szabadon? Ezeket a darabokat én választottam. És a gyakorlás két év alatt ugye említetted, hogy ezért heti szinten, te magadnak naponta mennyit gyakorolsz? Naponta körülbelül egy órát szoktam gyakorolni. Ezt otthon mennyire tűrik, mennyire megértőek ezzel kapcsolatban? Hát jól viselik, mert a gitár egy viszonylag halk hangszer. És ezt tudod magadnak oda bent gyakorolni. A gimnáziumban hanyadikos vagy, és ott mi az a tantárgy? Még ilyenkor mindig szeretek egy kicsit kitérni, mert ugye nem csak ez ragadott el téged, hanem esetleg milyen érdeklődésed van még? Hát így hetedikes vagyok a gimnáziumban, és én hát a tantárgyak közül itt az angol nagyon szeretek. Gondolom, akkor majd esetleg nyelvvizsgás terveid is vannak. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt megosztottad velünk, és természetesen jövőre, amikor jelentkezel, akkor ugyanígy várjuk majd tőled az eredményeket. Thank you.
Akkor most nézzük, Zsóci, ugye téged mindenki így ismer, hol vettél részt, milyen versenyen, és az élményekről számolj be nekünk. Szolnokon vettem részt múlt csütörtökön egy megyei versenyen, ahol aranyminősítést kaptam. Tanárnőtől hallottuk, hogy nem szeretsz mindig ugyanazokkal a számokkal készülni, és ilyenkor te magadnak leülsz és átgondolod, vagy hogyan kell ezt elképzelni, hogy a népdalcsokor hogyan áll össze? Hát mindenféleképpen fontos az, hogy egy tájegységről való legyen, és fontos az is, hogy milyen gyorsaságúak, milyen a témájuk, szóval ezek így nagyon-nagyon számítanak. Most milyen tájegység ragadott el, most mifelé nyúltatok? Kalotaszegi csokrot választottunk, és abból is két lassabbat. Melyiket szereted egyébként inkább énekelni, a lassabbat, vagy amikor ki lehet ereszteni a hangodat, és dinamikusan lehet énekelni? Hát általában a lassabbak, a dinamikusabbak, azok a nagyobb ívűek, és én azokat szeretem jobban. Tanárnőtől hallottuk, hogy ugye tudtok így gyakorolni, de ha jól tudom, akkor téged is elragad ez a zeneiskola, és te is szerepelsz velük is nagyon sokszor. Igen, én is járok zeneiskolába már jó pár éve, és elég gyakran járok velük is versenyre, fellépésekre, szóval igen. És akkor most áruljuk el, mert hiszen tanárnő az előbb nem tudott erről nyilatkozni, hogy miben tud ő még téged tanítani, mi az, amiben tud támogatni, és mi az, amilyen tanácsokat tud neked adni? Hát, tudok még tanulni rengeteget, főleg, hogy tiszta legyen, hogy a magas hangokat jól ki tudjam énekelni, és ne ugorjanak ki a hangok, szóval tud nekem még nagyon sokat segíteni. Gondolom, hogy nagyon izgalmas egy-egy ilyen verseny, de te ott egyáltalán hallod magad, miközben énekelsz, és ott érzed, hogy ezt most máshogy kellett volna? Igen, abszolút hallom, hogy énekeltem, azt is, hogy mit kellett volna másképp, és eléggé kritikus vagyok magamhoz. De azt is hallom, mikor jó. Azért szerintem a zsűrit mindenképp sikerült meggyőznöd, hogyha megint ilyen megyei első helyezést és ilyen csodálatos eredményt értetek el. Thank you.
Gratulálunk akkor még egyszer, és megkérdeznénk tanárnőt, hiszen ha jól tudom, akkor ennek esetleg országos folytatása is lehet. Megvalósul-e ez ebben az évben? Igen, a verseny után kihirdették, hogy ugyanúgy, mint tavaly, ennek az arany minősítésnek az országos verseny a folyománya, viszont a pedagógiai intézet átszervezése és átrendezése miatt nem biztos, hogy erre sor kerül. Tavaly szerencsénk volt, mert mehettünk a Néprajzi Múzeumba az országos megmérettetésre. Most még kérdéses, majd várunk egy e-mailt, hogy ezt megrendezik-e vagy nem. Köszönjük szépen akkor a tájékoztatást, és természetesen, ha ott is bármilyen eredménnyel, de gondolom, hogy nagyon szép eredménnyel szokott ott is szerepelni, arról is szeretnénk majd egy beszámolót kérni. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!